Mint az előbbi híradásunkban beszámoltunk róla, hogy 63 iskola 657 alkotását küldték be a rajzpályázatra. A refis pályázók közül 5 munkát beválogattak a legjobbak közé. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5 diákja, Pengő Norina 1. B, Balog Norina 2. A, Szabó Norbert 2. A, Szopkó Lara 5. A és Németh Kamilla 6. B sorajzát állítják ki. Pengő Norina, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 1. B osztályosa is részt vett a budapesti Szenci Molnár Albert Református Általános Iskola Jézus élete 6. Kárpát-medencei rajzversenyén, melyet a református iskolákban tanuló alsós és felsős diákok részére írtak ki. Én nagyon szépet rajzoltam, és nagyon szépnek találták. És mit ábrázolt ez a rajz? Hát volt rajta nagyon sok bari, meg volt rajta egy szép angyal, meg voltak csillagok, meg volt egy pásztor, meg egy cica. És ezt ugye, ahogy a hitoktató néni elmondta, ez alapján elképzelted ezt a jelenetet, és úgy rajzoltad meg? Igen, úgy csináltam meg. És szeretsz egyébként rajzolni? Nagyon. Majdnem minden nap. Aha, és mi a kedvenc motivumod vagy témád? A cica. Nagyon sok cicát szoktam rajzolni. És mondjuk, amikor a Jézus életéről tanultatok, akkor odafigyeltél, és elképzelted, hogy milyen lehetett ez a jelenet? Persze. Úgy volt. Mindig. Minden. És most mit szólsz ahhoz, hogy beválogatták a rajzodat? Hát, nagyon örülök neki. És mindig ilyen szépen rajzoltam. Jött az angyal elmondani a nagy hírt, hogy kis Jézus megszületett. Árulta el rajzáról a másodikos kislány, aki a hittanórán tanultak alapján képzelte el a jelenetet. Én azt rajzoltam, mikor jött az angyal elmondani a nagy hírt, hogy a kis Jézus megszületett. És mi minden volt ezen a rajzon? Hát volt egy bárány, volt egy angyal és 2 pásztor. És akkor elképzelted, vagy segített ebben a hitoktató néni, tanító néni, hogy megbeszéltétek, vagy ez a te fantáziádban indult el, hogy ez így történhetett ez a jelenet? Elképzeltem és úgy lerajzoltam. És előtte mondjuk láttál már ehhez hasonlót, festményt, filmet, és ahhoz hasonlítod, vagy ez teljesen a te elképzelésed volt? Teljesen elképzeltem. Szeretsz rajzolni? Igen, nagyon szeretek. És mit szoktál? Hát, sok mindent szoktam. Például? Virágokat. És milyen technikával? Hát, csak úgy kitalálom, hogy melyiket rajzoljam le, és lerajzolom. Csak úgy színes ceruzával? Igen. És mit szólsz ahhoz, hogy bekerült a rajzod? Nagyon örültem neki. Jött egy angyal, elviszi a nagy hírt a pásztoroknak, hogy megszületett a kis Jézus. Erről szólt a rajzom, mondta a diák, aki a hittanórán látott rajzot, gondolta tovább. Egy olyat rajzoltam, amin egy angyal elviszi a nagy hírt a pásztoroknak, hogy megszületett a kis Jézus. És mi minden volt még a rajzon? Volt egy bárány, egy pásztor és egy angyal, és úgy ennyi. És akkor ezt elképzelted az alapján, ahogy hittanórán tanultatok, vagy utána néztél? Hát ő tanítónéni mutatott egy képet, és én arról gondoltam, de nem pont ugyanolyan lett, jóval másabb, de hasonlít rá. Tehát akkor az alapok azok megvoltak, és akkor a fantáziádat elindítottad egy kicsit. Szeretsz egyébként rajzolni? Igen, szeretek. És mi a kedvenc témád? Hát az ilyen gépek, mint az autó, a repülő, meg minden ilyesmi. És milyen technikával dolgozol? Színes ceruzával. Mi volt a legnagyobb rajz, amit elkészítettél már? Hát azt nagyon nem tudom, mert sokat készítettem már. Ezek szerint nincs is kedvenc, mindegyik kedvenc. Igen. És mit szóltál otthon a szüleid, mit szóltak, amikor te elmondtad, hogy beválogatták a rajzodat, meg te is örültél neki, gondolom? Hát igen, örültem neki, ők is nagyon örültek, és én meglepődtem.
Lázár feltámadását rajzoltam, mert ezt tudtam nagyon jól elképzelni, és jól megvoltak az elemek a fejemben, árulta el a diák, aki hittanórán ezt a jelenetet rajzolta le. Én Lázár feltámadását rajzoltam. És miért pont ezt a jelenetet? Hát nem tudom, úgy nagyon jól el tudtam képzelni, és úgy jól megvoltak hozzá az elemek a fejemben. Mik voltak ezek az elemek, amelyek a rajzra kerültek? Jézus, Mária, Márta, Lázár, voltak a háttérben hegyek. Tehát akkor ezek szerint hittanórán ezt úgy jól elmagyaráztak neked ezt a történetet, és akkor ezt rajzoltad le? Igen. Szoktál rajzolni? Nagyon sokat, nagyon szeretek rajzolni. És mit? Mindent. És amikor megtudtad, hogy bekerült a rajzod a legjobbak közé, mit szóltál? Nagyon örültem neki, és meglepődtem. De hát gondolom, hogy te már nem csak színes ceruzával rajzolsz. Nem, pasztelkrétával, zsírkrétával, az is nagyon sok vélemben rajzolok. És mi a terved a rajzol? Tehát esetleg valami ilyen vonalra készülsz, vagy inkább ez csak hobbi? Ez csak hobbi. Ez csak hobbi, mert nagyon szeretek, és amikor van szabad időm, akkor nagyon sokat rajzolok. És mondjuk anyáiknak névnapra ajándékba szoktál rajzolni, vagy inkább ez csak egy ilyen kertelés? Mindkettő. Névnapokra, szülinapokra, sok mindenkinek szoktam. És akkor olyankor annak, akinek készül, annak egy ilyen személyes rajz? Hát ez attól függ egyébként. Van, amikor állatot, van, amikor valami kis mintás, kis nem is tudom micsodát, sok mindent, nagyon sokat. Mint megtudtuk, hittanórán készült a kiállításra, beválogatott rajza, de máskor is szívesen rajzol. Én a Csodálatos halfogás című történetet rajzoltam. Mondjuk el, hogy ez miről szól, hiszen nem biztos, hogy mindenki tudja. Hogy Jézus a tanítványaival kimegy halat fogni, és nem sikerül nekik, de Jézus csodát tett, és olyan sok halat fogtak ki, és nagyon csodálkoztak rajta. Tehát akkor ez picit ez indította meg a fantáziádat ezek szerint. Mi minden volt a rajzodon? Ugye Jézus, a sok hal és a tanítványai. És milyen technikával készült? Ceruzával. És egyébként szeretsz rajzolni? Igen, nagyon szeretek. Kedvenc témád? Nincsen olyan. Tehát mondjuk egy kocsitól kezdve bármi jöhet? Igen. Szoktál mondjuk esetleg csak úgy rajzolni, hogy leülsz, és akkor amilyen kedved van, akkor mit rajzolsz? Igazából nagyon sok mindent szoktam rajzolni, bármilyen kedvem van. Bibliából rajzoltál már máskor is? Igen, tavaly is rajzoltam. És akkor mit? Akkor... Mit szóltál ahhoz, hogy bekerültél a legjobbak közé? Én nem gondoltam volna, hogy bekerülök.